Még 1999-ben tartottak először falunapot Szatmáron, azaz már 20 éve. A hétvégén rendezte meg 21. alkalommal a település ezt az eseményét. A sok év táblatában mégis vannak olyan elemei a rendezvénynek, amit a mai napig használnak. Mögöttünk is látható a helyi termelők bemutatója. Ezzel kezdődött a régi falunapi program, ami nem itt kint volt a futballpályán, ahol az egész rendezvény zajlott minden évben, hanem benn volt a művelődési házban. De úgy gondoltuk, hogy ne daraboljuk szét a rendezvényt, hanem egy helyen próbáljuk megcsinálni. És most már eljutottunk arra a szintre, hogy nem csak a helyi termelők bemutatója, hanem a házi süteménysütőversenynek a sütemények a kóstolása és a helyi kiállítás is most már itt van kint a futballpályán. A kétnapos rendezvény alkalmával a falu lakói számos versenyen tudtak részt venni, hiszen itt keresték a legjobb süteményeket, a legügyesebb horgászokat és a legfinomabb pörkölteket is. Bármilyen pörköltet lehet nevezni, ezt direkt nem akartunk megszabni, hogy mi legyen az a pörkölt. Induljon el, és akkor utána később lehet ebből egy nagyobb akár pörköltfőzőversenyt, vagy akár bármilyen más hagyományt teremteni belőle. A versenyek résztvevői, illetve a legjobbjai persze a szombati nap végén nem távozhattak üres kézzel. Az első három helyezett a pörköltfőzőversenyen azon kívül, hogy kap egy arany, ezüst és bronz fakanalat, egy oklevelet, azon kívül kapni fog mindenki egy 35 ezer forint értékű utazási utalványt, amit egy négycsillagos szállodában Zalakarason lehet majd leüdülni. Ugyanezeket a díjakat fogja megkapni itt a süteménysütő versenynek az első helyezettjei, a labdarúgó versenyen a legjobb játékos és a legjobb kapus, a horgászversenyen a legnagyobb halatfogó horgász is ezt fogja kapni, úgyhogy 10 darab ilyen utalványt tudunk kiosztani. Mindezek mellett a gyerekeket kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral, arcfestéssel, vízirollerrel és sok más érdekességgel várták. 2 órakor kezdődik az egész falunapi program, ami abból áll, hogy egy pesti tánciskola jön különböző versenytáncok bemutatásával, 40 néhány gyerek lesz az, aki bemutatja itt a különböző szambát, szalszát, egyéb táncokat. Utána egy operettelőadás, ami szintén az idősebb generációnak próbáltunk kedvezni, hogy a falunapon mindenki megtalálja azt a programot, ami a szórakozásnak megfelelő. Utána a szakmári néptáncosoknak a bemutatója következik, majd pedig a homokmégyi amerikai futballcsapat tart egy bemutatót. És ez idő alatt a Fortissimo zenekar behangol, és ők lesznek az est egyik fellépői. A szombati nap folyamán a szakmári díszpolgári cím is átadásra került. Tóth Istvánné Margit vehette át az elismerést ünnepélyes keretek között. Az est további részében a szórakozás vehette át a főszerepet.